Sziasztok, Rikári vloggal jelentkezem, és a Pécsbánya rendező teherpályaudvaron, vagyis hát pályaudvaron vagyunk, nem csak teher, mert ugye személyvonatok is közlekednek itt, és egy érdekességet hoztam nektek, most, hogy vágányzár van a 40-es vasútvonalon, most kevesebb tehervonat áll itt, és be lehet látni hátra a kocsijavítóhoz, ahol egyrészt régi piros színű halberstati kocsikat is láttok, amik ugye nem lettek átfestve és nem közlekednek, gondolom alkatrészbánya vagy a fene tudja miért lehet itt, illetve még inkább érdekesség az a zöld kis mozdony, ami a mecseki szénbányáknak a villamos mozdonya volt. A Pécsújhegyi szénosztályozótól több szénbányáig, legutoljára a Széchenyi aknáig iparvágányok létesültek, iparvasút volt, ezzel hordták le a szenet a bányáktól, és ott vette át a nagyvasúti mozdony, illetve a nagyvasúti, a normál MÁV mozdony, és ott került bele a tehervonatokba, és közlekedtek tovább a különböző ország különböző pontjaira, ahol fel lettek használva. Érdekessége a bányaüzemekhez tartozó iparvasútnak, hogy a városi villamosokhoz hasonlóan 550 volt egyenárammal villamosítva voltak, és a vontatási feladatokat ezek az érdekes, szép, zöld, középvezetőállásos, csőrös villanymozdonyok végezték. A mozdonyokat a Ganz gyár gyártotta az 1910-es évek elején, Pécsre 3 darab került belőlük, de hasonló mozdonyok dolgoztak a Pozsonyt Béccsel összekötő Pozsony országhatárhév vonalon, és egy ausztriai katonai célú iparvasúton is. Utoljára már csak a Széchenyi aknai vonal volt meg, és a felső vezetéket a rendszerváltás környékén ellopták. Ezeket a kis mozdonyokat, 3 darab volt belőlük, ezeket már csak a telephelyi mozgatásra használták, de a 90-es évek első felében még használták őket, későbbiekben pedig MÁV mozdonyokkal, dácsiákkal mentek föl a Széchenyi aknát kiszolgálni. A mecseki szénbányászat nagy múltra tekint vissza, de a 2000-es évek elejére teljesen megszűnt a kitermelés. 2004 májusában közlekedett utoljára dácsiával szénvonat a Széchenyi aknától, és ezt egyébként UHI 67 videó csatornán meg is nézhetitek, ezt szerencsére megörökítették ezt a menetet. Manapság a vonalnak már csak néhány nyoma látható. A Pécsújhegyi, vagy régebben üszögi szénosztályozó és átrakó üzem pályaudvar néhány épülete még áll, illetve a Széchenyi aknai nyomvonal növényzettel sűrűn benőve megtalálható, és két híd is még fellelhető. Hát ennyi volt ez a kis kurta vlog, köszönöm, hogy megnéztétek, ha érdekel a téma, írjátok meg kommentbe, és lehet, hogy még foglalkozzunk vele behatóbban is. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! Tschüss!